mindenkit. Nem szeretném nagyon sokáig húzni az időt, így is eléggé közük a levegőt tanulva. Ahogy érezzük is, ahogy látom, mindenkinek eléggé melege lett hirtelen, de egy-két információt el szeretném nagyon gyorsan mondani, és nagyon röviden. Az egyik az, hogy aki szeretne az erdélyi járvízkárosultakon segíteni, lesz egy segélykoncert Tűzi Szántón. Szeptember 9-én 19 órai kezdette a Kormarán együttesnek lesz a koncertje. A teljes bevételt az erdélyi járvízkárosultak megsegítésére fordítják. Aki szeretné segíteni, az nagy szeretettel várják a koncertre. A Tűzi Szántó Szépa Színház. Tudja mindenki, hogy merre van, vagy mondja be, hogy merre van. Jó, igen, mindenki tudja, hogy merre van, hál' Istennek. Én nem erre értettem. Szerintem nem arra szolgált az igen, hanem arra, hogy mondd el. Ja, hogy mondjam el, igen? Azt hiszem, hogy így lehet érteni. Pili Szántóról, Pili Szentlélek felől a legegyszerűbb fölmenni. Pili Szentlélek, ugye, hogyha Pomász felől közelítjük meg a Pilis hegyeit, akkor az legeslegelső falu lesz. És Pili Szentléleken, ahogy mennénk tovább dobogókönyvnek, lesz egy elágazás balra, és az út ki is van írva nagy betűkkel, hogy Pili Szántó balra. Az busszal. Sajnos ezt nem fogom tudni megmondani, szégyen szemben nem fogom tudni megmondani, Árpádtól indul a busz, ez biztos, de hogy igen, óránként indul, most hallom az információkat. Tehát oda be Szántóra, és Szántón pedig ott, ahogy beérünk Szántóra, a lejtő után van egy ilyen buszforduló, és a buszfordulótól egy földút vezet fölfelé, a Szikla Színház felé. Ez gyakorlatilag az a hely, ahol a Pilis keresztje föl van állítva, az alatt van ez a színház. Hát messziről látom, Pestről. Messziről lehet látni egy fehér keresztet. Tehát ez lenne ez a hely. Még egyszer az időpont szeptember 9-e 19 órai kezdettel. Jó, ott várnak nagy szeretettel mindenkit. A másik pedig az, hogy nem tudom mennyire tudjátok, sokan tudják, sokan nem tudják, azért ezt most itt el fogom mondani, mindenféleképpen lesz egy túránk szeptember 9-én, 10-én és 11-én szakrális tájakon Csontvári nyomában címmel. A túrának az első helyszíne Budapestről indulunk természetesen, és a túrának az első helyszíne, ahová el fogunk menni, Pécs lesz a Csontvári kiállítás. Tehát a Csontvári kiállításon Gábor vezetésével fogunk végignézni, és végig fogjuk nézni azokat a képeket, amik hát nagyon-nagyon fontosak nekünk természetesen, és többet mondani valóban rendelkeznek. Innen Pécsről most nekem is puskáznom kell, mert hál' Istennek itt van közöttünk Gondos Gyula, és elhozta a fontos programot, hiszen ő is egyik résztvevője lesz ennek a túrának, vezetője lesz ennek a túrának. Pécsről a Dóm Múzeumban fogunk elmenni, és a Kőtárat fogjuk megnézni. Majd innen Siklós Ferences templom, aztán Nagyfalsányban az Árpád-kori templomot fogjuk még megtekinteni. Utána pedig ez egy érdekes túra részlet lesz, átlépünk a határon, Horvátország irányába és Szentvászló és Kórony térségében fogunk egy kicsit túrázgatni. Nem mondom most el, hogy mi az oka ennek a részletének a túrának, de ez ki fog derülni, ezek lerombolt falvak gyakorlatilag, és itt nagyon várják azt, hogy kicsit megerősítsük az ottani kapcsolatainkat. Aztán Rétfalú kazettás, állítólag ezt Gábor sem látta még Rétfalún, ezt a kazettás karzatos templomot. Azt, ahogy Botos János készítette ezt a karzatot, onnan pedig Kopácson lesz az első napi szállásunk. Kopácson ilyen falusi turizmus keretében lesznek a szállások, hogy vacsora reggel, másnap reggel, és tovább indulunk Boszniába, Bosznia-Hercegovinába, Jajcét fogjuk megnézni, a Jajcai vízes is természetesen, ha már Csontvári nyomába indultunk. Utána pedig el fogunk egészen menni Trauig, Progirig, ott lesz a második napi szállás, természetesen közben is lesznek helyek, amiket meg fogunk tekinteni, illetve visszafelé Mostárban az öreg kirat fogjuk megnézni, és ott megint csak onnantól kezdve hazafelé lesz már egy pár dolog, amit még meg fogunk nézni. Tehát erre a túrára várunk nagy szeretettel mindenkit. A túrán részt fog venni Gábor, Szántai Vajos, Gondolj Béla és Béci Gábor is. Ennyit most itt kételjében. Mindenki, valakit érdekelne a dolog, akkor a lányok mindenféle információt el fognak ezzel kapcsolatban továbbra is mondani mindenkinek és segítenek, hogyha valakinek lenne kérdése. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. És hát nagy szeretettel akkor hadd köszöntsem a nevetekbe és itt a Kábor művészettörténészt ezen a szép napon. Nagy szeretettel köszöntök el a napot.
kevesebb dologra vállalkozott ebben a nagy melegben, mint hogy a magyar címerről fog nekünk beszélni, mint ahogy ez meg is volt hirdetve, koronával, illetve korona nélkül. Köszönöm szépen. Most nem tudom, hogy hátul egyáltalán lehet-e hallani valamit abból, de ott egészen hátul. Valamelyest lehet. A múltkor már szememre hányták, hogy hát azért ugye az első részben még valamit lehetett, de hátul már nem. Hát erről a szerelésről ad mondjak annyit, hogy nem öngyilkos terrorista vagyok, hanem mindenféle ilyen hangképző szervekkel, vagy hangfogó szervekkel felszereltek, és hát a tisztelt társadalmat pedig úgy hadd üdvözöljem, mint a mazohisták gyülekezetét, aki egy ilyen időben nem valahol vízparton van, hanem beül egy kuckóba, és hagyja, hogy elfogjon körülött a levegő, az minden dicséretet előzetesen megérdemel. Úgyhogy tekintsük úgy, hogy ennek a tapsnak 90%-a az a tisztelt hallgatóságot illeti. Majd aztán végén meglátjuk, hogy osztozunk ebben. A bevezetésnek annyit, hogy a magyar címerre kapcsolatban, hát inkább így kezdem, hát elég kiterjedt irodalom olvasható, ennek egy része megpróbálja szimbolikai szempontból, tehát mint szimbólumot részeire bontani és egyenként magyarázni, majd összesítve ezeknek a szimbólumoknak a jelentését, egyfajta egységes jelentést tulajdonítani a címerünknek. Hát nem tudom, hogy ezek közül, ha felsorolok néhány ilyen nevet, talán a legismertebb Varga Gézának a műve a magyar jelképekről, és abban elég részletesen tárgyalja a címerünket is. Hát egy darabig majd párhuzamosan fut a gondolatmenetünk. Ez nem azt jelenti, hogy ő innen, én onnan, hanem az, hogy nagyjából bizonyos hát határok között nem nagyon lehet másképp leolvasni ezeket az üzeneteket a címerről. Most a címben ugye úgy találkoztunk ezzel a címerrel, hogy koronával és korona nélkül, ha még emlékszünk a címadásra. Ez nem valamiféle hatásvadász megfogalmazás volt, hanem itt arról van szó, hogy a címerünket többféle formában használták már a történelem során, és használatnak van egy olyan szakasza, ahol a Szent Korona nélkül használták, sőt, elég sok olyan konkrét példánk van, ahol ha van is rajta korona, de nem a Szent Korona van rajta. Ebből a választékból nagyon sok szép példányt ismerünk a népművészet köréből. És talán ez az egy része van a népművészetünknek, amit aránylag nagy bőséggel és jó reprodukciókban ki is adtak a Néprajzi Múzeumban. A Néprajzi Múzeum nem arról híres, hogy az anyagát közzéteszi, hanem arról, hogy raktáron tartja, és biztosan nagyon jó körülmények között vigyáz rá. Tulajdonképpen arra vigyáz, hogy nehogy közel kerülhessen hozzánk, de ezt jól csinálja, tehát ezt kétségtelenül. Ami azt jelenti, hogy minden olyan vállalkozást kitörő örömmel kell üdvözölni, ahol egy egészen pici kis töredékét ennek legalább közszemlére bocsátja. Na ilyen a címeres ábrázolások a népművészetünk köréből, és ez tényleg példaszerűen szépen tálalva többféle nagyságban és többféle válogatásban is közzétették. Ha jól emlékszem, legutóbbi ott létemkor még kapható volt ilyen album, tehát be lehet szerezni. Rendkívül tanulságosak a népművészet címer, méghozzá koronás címer ábrázolásai. Van olyan, egy része ennek az anyagnak olyan, hogy úgy nagyjából föl lehet ismerni, hogy itt a Szent Koronáról van szó, de még a legpontosabbnak szánt ábrázolások is mindig jeleznek valamit. Tudnék azt, hogy itt ez a két minőség, a korona és a címer, az nem egy ugyanazon létsíkon jeleníti meg a nemzetet, tehát valamelyikből a másik rovására mindenképpen vissza kell terveznünk ahhoz, hogy ezek mégiscsak egységet képezzenek. Most ez így egy elég bonyolult mondat volt, de gondoljuk végig, hogy amikor azt hiszem 1990-ben, tehát 89-90-ben merült föl először, hogy a címer ugye visszakerüljön abban a formában, ahogy korábban a történelmünkben szerepelt, visszakerüljön az őt megillető helyre, és azonnal fölmerült a kérdés, hogy most a koronás címer, vagy pedig a koronátlan, úgynevezett Kossuth címer. Zárójelben, mert ezzel nem akarok foglalkozni, Kossuth koronás címert használt. Tehát ez a megjelölés, hogy Kossuth címer egyenlő korona nélkül, ez egyszerűen pontatlan. Mint annyi minden mást,
ezt is úgy csúsztatják, hogy lehetőleg aki a koronát szereti, az utálja meg Kossuth Lajost. Tehát ezek a kettő közül válasz, az egyiket utáld. Ez az Oszd meg és uralkodjnak egy meglehetősen gusztustalan változata, hát többek között ebben az esetben is működik. Tehát mi még annak idején úgy tanultuk, hogy Kossuth címeres volt, mondjuk 56-ban, például az én első munkakönyvemen még Kossuth címer volt, mert én történetesen 57-ben kezdtem el először, és akkor még nem adták ki ezt az új Kádár címet, tehát nagyon furcsán néztek rám itt évtizedekig, mert ezzel a munkakönyvvel dolgoztam, ami ott volt a Kossuth címer. Na most ez nem a Kossuth címer, ez egy Kossuth-talanított és koronártalanított címer volt, de legalább magyar címer volt. Ellentétben, hogy a Rákos, illetve a Kádár fél, ennek semmi köze nem volt a magyarsághoz. Tehát minden esetre, amikor mondom, 90-ben fölmerült a kérdés, hát most tessék nagyon elítélni, én bizony a magam kis szűk körében én a koronátlan címerre szavaztam. Szerencsére ez nem került bele semmiféle összesítésbe, és azonnal meg is indokoltam, hogy miért. Azért, mert a magyar Szent Korona és a címer két merőben más valóságsíkon jeleníti meg a nemzetet. Ezt most ismételtem, talán így másodszor jobban érthető volt ez a mondat. Ez mit jelent? A koronának, a Szent Koronának az egyediségében, a lecserélhetetlenségében és megismételhetetlenségében rejlik az igazi ereje. Tehát a hatásmechanizmusnak lényeges, méghozzá igen-igen lényeges mozzanata az, hogy nem lehet ismételni, sőt nem szabad, nemhogy ismételni, ábrázolni sem. Tehát amíg rendeltetése szerint működött, az Árpád-ház ideje alatt egyáltalán nem volt szabad ábrázolni. Mint általában a legszentebb titkok letéteményességét egyáltalán nem volt szabad. Tehát emlékezzünk vissza, a képes tónika most már eléggé közkézen forog, tehát hivatkozhatom rá, abban bizony éppen elég király koronázás van. Nem csak koronás királyt ábrázolnak, hanem magát a koronázást is jó néhányszor. És egyetlen egyszer se jelenik meg benne a Szent Korona. Tehát nem szabad ábrázolni. Ez azt jelenti, hogy tabu a szónak ebben az eredeti és nagyon, hát hogy mondjam, tartalmas jelentéskörében nem se hozzányúlni, sem nézegetni a nagyon rövid, egynapos, sőt egy napnál is rövidebb beavatási időszakot kivéve, maga a beavatott király sem nézegetheti, nem gusztálgathatja, nem veheti elő a ládájába, lepecsétett ládában őrzi. Tehát ez nem az az erekéje a nemzetnek, tehát az önazonosságunknak nem az a jelképe, amelyeket mi közszemlére tehetünk ki, és azt hurcolhatjuk, mit tudom én, mennyasszonyi ládától kezdve, mert azon is van, a malmoknak hát ez az a deszkája is tartalmazza, ahol kijön az élet, tehát ahol a megőrölt gabonából a liszt kijön. Tehát nagyon sok helyen alkalmazták a címet, de ez a Szent Korona a maga egyediségében nem ilyen célra készült, és nem ilyen célra, hát hogy nem javasolnám, hogy használjuk. Most erre föl lehet vetni, de hiszen korábban már használták ilyen célra. Igen ám, de ha az ember végignéz a koronás címer használat történetén, akkor kiderül, hogy eredetileg nem úgy használták, mint ma. Tehát ma ráültetik a címerre, minthogyha azonos létsíkon működnének. Tehát ez azt jelenti, hogy minthogyha erre ráteszek egy pohár vizet, vagy ezt az üveget. Ezek azonos létsíkon mozognak. De a címer az egy elvont összesítése képjeleknek. A korona pedig a maga tárgyi fogható minőségében tartalmazza a teljes szakralitását. Tehát két merőben más minőségről van szó. Ezeket nem lehet összeértetni. Ráadásul a Szent Koronával kapcsolatban, hát mi már itt elég sokat beszélgettünk, a Szent Korona egy háromrészes építmény. Ebből általában kettőt hangsúlyoznak, ami azt jelenti, hogy nem értik a funkcionálást, nem értik a működés rendjét, vagy nem akarják, hogy mi értsük. Tehát beszélnek a koronáról, mintha ebből a két részből állna, tehát a felsőbb és az alsóbb oholt, ez nem két rész, ez egy rész. Ehhez képest van egy felső rész, ez az antenna szerepű kereszt, és van egy alsó rész, amelyik viszont egy földelő szerepű kereszt, vagy csüngőrendszerből áll. Ami eredetileg 2-2 volt oldalt, és 1 volt hátul. Na most, ez három világ réteget képvisel. Tehát az azt jelenti, hogy a felső világhoz, amit nyugodtan mondhatjunk szellemiség világának, tehát ehhez a világhoz mintegy antennaként, hangsúlyozom mintegy, tehát ez analógia, ez nem azonos, hanem analóg, formáció.
Tehát ehhez a kereszt kapcsol. Ez azt jelenti, hogy ez önmagában nem jelenít meg semmiféle alakiságot, hanem lehoz tiszta energiát. Honnan hozza le? Teremtés központból. Tehát egy működő teremtésnek jelenleg is működő központjából. Itt kezdődik a működésrend, ebből a felső része a Szent Koronának az elosztja ezeket az energiákat, az alsó része pedig működteti. Tehát a kettőt nem lehet széttépni, nem lehet külön-külön tárgyalni, mert értelmetlen mind a kettő külön-külön. Tehát hiába hozza le a felső és osztja szét, ha nincs, ami működtesse. Nyilvánvalóan nem is lehet koronának használni önmagában a felső részt. Tehát ha valaki azt mondja rá, hogy latin korona, az vagy bolond, vagy engem akar bolondá tenni. Tehát itt nincs harmadik variáció. Az alsó rész viszont hiába működtetem, ha egyszer nem kapok fölülről tiszta teremtő energiát. Akkor az soha nem lesz szakrális királyság, az lesz az Rissz-Rossz államelnök. Tehát azon a szinten tud csak működni. Tehát ez egyetlen rész, hát ezt nevezhetjük a lelkiség szintjének. Ebben a pillanatban ezt most én nem folytatnám tovább. Igen ám, de csak eddig használja ma a koronát a címerhez viszonyítva a, hát hogy mondjam, jelképrendünk. Óriási, óriási könnyelműség. Miért? Mert nincs lekötve a földhöz. Tehát azt jelenti, hogy a harmadik rész, ami a testiségnek a tartományához köt le, az egyszerűen hiányzik a koronás címerünkbe. Ez mit jelent? Az, hogy nincs kapcsolata a koronának a tömegekkel. Semmiféle kapcsolata nincs. Még csak nem is utálják. De bármikor el lehet róla hinteni, hogy ez egy mici sapka, bármikor el lehet hinteni róla, hogy elavult, azt hintenek el róla, amit akarnak, mert nincs lekötve. Nincs lekötve azokhoz a tömegekhez, akik a testiséget, tehát a földi életet képviselik. Semmiféle vonatkozása nincs. Tehát hiába tudja az ember, hogy ilyen előadásból mondjuk a Szántai Lajos tart hetenként kettőt, akkor a Molnár Jóska tart három hetenként hármat, tehát és akkor mondjuk a Varga Tibor tart, tudom én, hetenként ötöt, tehát hiába, és hiába százas nagyságrendben, mert ezek elfolynak, ezek az információk, nem hatnak tovább. Tehát megmaradnak a saját körükben, az a kör meg gyakorlatilag ugyanaz. Tehát nincs lekötése a Szent Korona hatásának azokhoz, akik egy jelenlegi társadalmi formációban mégiscsak szavaznak. Tehát bármennyire is tudjuk, hogy semmit se ér a szavazatok, mert gépi demokráciában élünk, tehát a gép dobja ki a szavazatot, nem pedig mi, de annak ellenére megvan egy lehetősége azért a tömegeknek, hogy beleszóljanak, ha másképp nem úgy, ahogy a gazdák csinálták, hogy egyszer csak kivonulunk, és hogyha mondjuk 2 millió egy 10-ből kivonul, hát akkor nincs, akkor csótányírtás van, tehát akkor nem lehet mást mondani. Tehát azért nagyon nagy ereje van ám, még a tömegnek is, nem úgy a népnek. Tehát ha egyszer nincs lekötve a Szent Korona, az azt jelenti, hogy hiába hivatkozom a Szent Korona tanra, hiába hivatkozom arra, hogy mi a Szent Korona teste vagyunk, így együtt, hát már a magyar nemzet, mint test, és hiába mondom, hogy egyenként a Szent Korona tagjai vagyunk. Lepereg róla, nem mond neki semmi. Na, az egy szép kifejezés. Itt nem szép kifejezésről van szó, egy működő rendszerről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy ez ennélkül, az alsó rész nélkül, gyakorlatilag olyan, mintha föl se tettük volna a Szent Koronát a címerre. Most régen hogyan oldották ezt meg? Úgy, hogy soha se tették rá a címerre közvetlenül, hanem föléje tették, és két angyal tartotta, de nem a címert, hanem a koronát. Tehát így jelenik meg Révai Péternek, tehát az első olyan koronaőrünknek, aki aránylag bővebben, ez azt jelenti, hogy néhány mondatban leírta a Magyar Szent Koronát, és hosszú-hosszú fejtegetésekben a korona történetét. Tehát ez az első olyan mű, 1613-ban jelent meg, amelyik viszonylag nagy részletességgel tárgyalja elsősorban a történetét a Szent Koronának, és bizonyos bátortalansággal még leírást is ad róla. Miért bátortalanul? Mert először ad egy szakrális tárgyról, hát legalább valamelyest mégiscsak pontos leírás. Tehát persze ez csak nagyon-nagyon hiányos leírás, tehát lehet érezni, még nem nagyon mert többet leírni róla. Nem volt szokásban, ahogy említettem, ugye. Tehát minden esetre az ő könyvében még bizony címer fölött, vagy címer nélkül, mert még címer nélkül adja, két angyal két oldalról a koronát tartja. És így emelik föl, jelezve, hogy ez egy másik létsík. Az már az égnek a működési síkja, és alatta van, úgy, hogy lehet érezni a kettő kapcsolatát, de hogyan? Úgy, hogy fölül a gálya, alul a víznek árja.
Tehát ez azt jelenti, hogy fölül a Szent Korona van, és akkor alul jelenik meg a címer, amelyik egy másfajta létezési síkot jelképez. Na ezért volt az, hogy bár csak nagyon szűk körben, de én mégiscsak azt javasoltam, hogy ha címert akarunk, akkor először tudjuk meg, hogy mit jelent ez a címer, aztán nézzük meg, mi a címer jelentés síkja, mi a Szent Koronája, és akkor próbáljunk dönteni, hogy ez egyeztethető-e vagy nem, és ha igen, milyen feltételek között. Mert lehet egyeztetni végül is, de csak olyan feltételek között, hogy ez a hármas egység sértetlenül megmarad. Abba a pillanatban, hogy akár a keresztet veszem le róla, akár a csüngőket veszem, ez már nem a Szent Korona. Akkor ez nem tud működni. Az egyik az fölülről nem tud, ha ezt hagyom le róla. Ezt egyébként művészettörténészek jó része előszeretettel hagyja le, azzal, hogy ezt utólag tették föl rá, durván átfúrva a felső pantokra, tehát nem is merem már idézni, akkora ökörségek ezek, de tele van velük a szakirodalom. Tehát minden esetre nagyon nagy szeretettel veszik le ezt róla, ez szeretetet persze idézőjelben, és az alsó rész pedig hát a jelenlegi címerhasználatban marad le róla. Egyik nagyobb könnyelműség, mint a másik. Most ez gondolom, mint bevezető, követhető volt. Innentől kezdve most a címerre koncentrálunk, mert a koronáról itt, hát azt hiszem, hogy elég sok szó esett, és nem akarok, ha elkezdjük a koronát, akkor holnap ilyenkorig arról lesz. Tehát maradjunk most már a címernél. Azt gondolom, hogy kiderült, hogy a kettő viszonya az nem csak, hogy más-más létsík, de egészen más fontossági szintet is jelent. Tehát, hogyha én a címeren változtatásokat eszközölök, a népművészet tele van ilyen rendkívül érdekes variánssal. De rendkívül érdekesek. Az külön egy vetítés tárgya lehetne, de az nem ennyire tömény lenne, tehát az már inkább egy kicsit szórakoztató, mert rengetegféle variációja van. És általában a címerhez idomítják a koronát. A koronának is nagyon sok alakváltozata van a népművészetünkben. Ezt mindesetre most letörlöm. És nézzük akkor a címet. Ahhoz, hogy én a címet értékelni tudjam, hát először is komolyan kell venni. Most erre azt lehet mondani, hogy hát ez egy nem nagyon jól sikerült, szellemes kiszólás volt. Egyáltalán nem erről van szó. A címert ugyanis ugyanúgy nem sik ma komolyan venni, mint például a Szent Koronát. Nem sik. Tehát jó társaság, most a jót persze idézőjelben azt jelenti, hogy dagad ki a két zsebet, de nem attól, aminek örülni szoktak, hanem pénzes zacskótól. Tehát ez egy eléggé szűk, de nagyon meghatározó kör jelenleg. Na most ezeknek nem lehet ám se azt, hogy Szent Korona ezzel a jelzős szerkezettel, mert úgy kiutálnak egy pillanat alatt, hogy már a lépcsőház aljában vagyok, de a címert sem. Címert sem. Más kérdés, hogy vannak olyan jelképek, amelyeket, ha körülnézünk ilyen körökbe, akkor rögtön látom, ott van a komódon. Innen számolva is 7, onnan számolva is 7, hogy micsoda, nem is tudom, de ott van. Tehát lényeg az, hogy érdekes, hogy az szabad ilyen. Szóval én nagyot lélegezem, igen. Szóval. Ott nem lehet cikizni, meg ilyen, hogy na mi ez itt? Szó nem lehet. Most voltak éppen az a természetes. Én nem azt nehéz nézem, hogy ugyanaz, aki elvárja ezt tőlem, az egyszerűen kicikizi a Szent Koronát. Tehát ami neki nem szent, az egyáltalán nincs is, vagy ha van, akkor azt ki lehet röhögni. Tehát lényeg az, hogy a jelenleg ebben a formában ismerjük a címerünket. Mondjuk ennél kicsit gusztusosabban, de talán lehet látni. Na most már maga az nem magától értetődő, hogy egy címert én két részre osztok. Persze vannak címerek, hát történetileg, ezt nagyon nem szívesen mondom így, történetileg így alakult. Tehát ennek rossz csengése van ennek a mondatnak, de minden esetre történetileg tényleg úgy alakult, hogy vannak olyanok, amik négyes osztások, vannak olyanok, ahol középütt van egy kis címer, körülötte hát helyezve megfelelően a részcímerek, hát gondolom egy ilyet ismerünk mindannyian. Ez melyik? Hát ez úgynevezett nagy címer. Tehát ahol középütt van ez, amivel mi foglalkozunk, és azt körülvéve pedig az egyes részei Magyarországnak, amelyek nem egyenértékűek, tehát vannak csatolt részek, és vannak magához
a központhoz közvetlen tartozó részek. Tehát Erdély például ebben a vonatkozásban nem csatolt résznek számít, az a Magyar Királyság szerves része. De például Horvátország már bizony önállónak számít ebben a tekintetben, és hát mai napig azt a címet használja Horvátország, ami a magyar nagy címerben is őt megillet, teljes joggal. Egyébként Horvátország bármikor bejelenthette volna a történelemben az önállósodási szándékát, mert lazán kapcsolódott a Magyar Királysághoz. Meg is volt a külön kiegyezés, nem tudom mennyire ismerős ez a tétel. Tehát 1867-ben ugye megvolt a magyar, és a nem osztrák, hanem a császári családdal való kiegyezés, tehát önálló lett a Magyar Királyság, utána ezt követte a magyar-horvát kiegyezés. Ez egy külön tétel volt, és teljes összhang volt a két ország között. Tulajdonképpen ezen az alapon működik mai napig is Horvátország. Bele is vették ezt abban, úgynevezett preambulumába a mai alkotmányoknak. Tehát szó sincs semmiféle leköbdösésére itt a magyar történelemnek. Ezzel egyedülálló egyébként Horvátország az összes környező, ugye Trianonban rólunk leszakított területről közül. Na akkor, tehát kettes az osztása, és azt már is hadd mondjam el, hogy a címertamban mindig a középvonaltól jobbra eső részt nevezzük jobb oldalnak, és az attól balra esőt bal oldal. Tehát minthogyha egy népművészeti ábrát látnánk, vagy bármilyen szakrális ábrázolást látnánk, tehát nem a nézőnek a jobb keze a jobb oldala, hanem a saját jobbja a jobb oldala a címernek. Tehát nálunk a bal oldalon ez a rész van, és a jobb oldalon pedig ez a rész van a címeren. Ezt ha véletlenül fölcserélném, akkor értsük jól. Nem szeretném, ha a címertanosok belém akaszkodnának, mert ha valami tényleg jól, hát hogy mondjam, adatolt és jól működik Magyarországon, a címertannal foglalkozók nagyon szűk kis csapatja tényleg jól fölkészült. Más kérdés, ez nem látszik a frissen komponált város és megye címereken. No, lényeg az tehát, hogy itt négy olyan egység van, amelyik, tehát 1, 2, 3, 4, még egyszer 1, 2, 3, 4, ezt kétféleképpen szokták megjeleníteni, vagy úgy, hogy fölül kezdődik ugye ez, ez piros, a másik milyen színű? Ezüst, ezüst, nem fehér, ezüst. Megint piros, és alul is piros. De van olyan változás, változat is, és az is hiteles, hogy még egyszer fehér jelenik meg alul. Tehát azt jelenti, hogy négy van mind a kettőből. Most éppen így sikerült beosztanom, azt hiszem ez semmiféle szabályt nem rúg föl. Itt van egy hármas halom, a tetején, amit általában elhagynak, ma is elhagynak, egy korona. Ezt egyszerűen lehagyják. Meg nagyon lényeges szerepe van. És fölötte pedig egy hármas kereszt, amit többféleképpen is lehet megjeleníteni. Én most a legegyszerűbb formáját jelölöm be. Tehát ez az a címer, ami hát kisebb változtatásokkal lényegében, tehát elsősorban ennek a hiányával bekerült jelenleg is a hát hivatalos, hogy mondjam, az államot reprezentáló jelképek közé, tehát ezt viselik a sportolók, ez van a zászlónkon. Hát a sportot azért említem, mert aki egyáltalán megdolgozik a fizetésére, az általában a sportoló ma Magyarországon, tehát érdemes mondjuk az ő megjelenésükre egy kicsit odafigyelni. Tehát ezekből a következő, hát ilyen magyarázat, vagy ezekkel kapcsolatban a következő magyarázatok keltek lábra. Azt mondja, négy folyónak, azt mondja, hogy Duna, Tisza, Dráva és Száva a köznyelvben a megnevezése. Aztán szokták folytatni, törjünk jalábat szára. De ez már nem tartozik szorosan a címer leírásához. Na most azonnal, ezt rögtön hozzá szokták tenni, a címert annál foglalkozni, de ez egy késői megnevezés javaslat, és tulajdonképp többet ártott, mint használt. Most erre az ember, ha nagyon udvarias, akkor azt szokta javasolni, hogy ez a te hozzászólásod, ez ártott többet, mint használt. Ugye, és nem gondoltál utána, de kijelentettél. Most itt vannak a nagy bajok. Ez, amit József Attila úgy fogalmaz, hogy ős patkány terjeszt kort mi köztünk, ha meg nem gondolt gondolat.
nem gondolkozunk, hanem kinyilatkoztatunk. Tehát persze, hogy Duna, Tisza, Dráva, Száva, ide jön egy földről, és azt mondja, micsoda baromság, elnézést, ő mondja, nem én. Azt mondja, hogy a Maros sokkal jelentősebb, mint a Dráva vagy a Száva, és egyébként is már itt a Dráva csak félig, meddig a miénk, a Száva meg egyáltalán nem. Akkor hogy lehet az, hogy pont ez? Akkor tessék megváltoztatni, legyen a Körös és a Maros, ennyit erről. Nem lesz az. Nem lesz az. Tehát igaz, hogy dokumentált módon ezek nagyon későn jelennek meg. Tehát van egy olyan, Donászi Ferenc írta, ő egyébként regényíró is volt annak idején, a két világháború között, egy elég felkapott regényíró volt, ifjúsági regényeket írt, de történetesen a címert, és nagyon szépen alaposan leírta. Már ő is hangsúlyozza, pedig ő kifejezetten hazafias szempontból tárgyalta, tehát nem ez a bizonyos mindent lekicsinlő, deheroizáló, cikiző és itt tovább magatartás volt rá jellemző, hanem ő nagyon is komolyan vette azokat a jelképeket, amelyek hát szemmel láthatóan és jól érzékelhetően igenis pozitív módon befolyásolják a nemzet viselkedését. Tehát, ha nem tudnak méltóképp érvényesülni, akkor leereszt a nemzet. Ha méltóképpen tudnak érvényesülni, akkor fölemelkedik a nemzet. Tehát nyilvánvaló könnyebb egy jelképet dehonestálni, mint egy egész nemzetet egyszerre lenyomni. Hát nyilvánvaló, hogy a jelképeinket dehonestálják. Tudjuk, mit jelent a dehonestálás. Ez azt jelenti, hogy a méltóságuktól megfosztani, általában mindentől, ami a szakrális tartalmát jelenti, megfosztani ezeket a jelképeket. Mert ez által maga a nemzet is süllyed, az önbecsülése szűnik, vagy csökken. Tehát egyelőre maradjunk annál, hogy semmilyen más változatban nem fordul elő a négy folyam megnevezése, és bár mondom, Donászi is már leírja, hogy ezek aránylag késői megnevezések, de nem mondja meg mikoria. És még egy nagyon fontos tanulság, ha én azt mondom, hogy az első leírása mondjuk 1800-as évek elején van, ez nem azt jelenti, hogy attól kezdve nevezik ezt a négy folyamot, Dunának, Tiszának, Drávának és Szávának. Ez csak annyit jelent, hogy ez az első írásos dokumentum róla. Tehát ahogyan az 1200-as évek 60-as éveiből van, 4. Béla korában az első okleveles emlékünk arról, hogy Szent Koronának, Magyar Szent Koronának nevezik a Magyar Szent Koronát, ez nem azt jelenti, hogy akkor kezdték el így nevezni, mint ismert tényt említi meg ez az oklevél, tehát szó se lehet arról, hogy én akkorról datáljam a Szent Koronának a szentségét és a hozzá kapcsolódó egész fogalomkört. Ez körülbelül ugyanannyit jelentene, mint hogyha én a legrégibb mondjuk népdalunknak vagy népbaladánknak azt tekinteném, amit a legidősebb néni énekel. Ugye, mert az bizonyítottan tényleg a legidősebb a társaságban, ha ezt, tudom én, egy 4 éves, 5 éves kislány énekli, akkor az már újkori, akkor az már hitelt. Tehát dehogy újkori, lehet, hogy az a legősébb. Tehát semmi köze nincs a dokumentáltságnak a tényleges létezéshez. A dokumentáltság az véletlen kérdése. Már legalábbis az, hogy fönnmarad-e, ránk marad-e, vagy nem. A tények pedig, hát... abban rejlik igazában a magyarázata az ősiségnek, hogy mennyire ragaszkodik hozzá egy nemzet. Tehát mennyire a gyökereit érinti az a képzett világ, amelyik akár megnevezésben, akár alakban itt megjelenik. Na most, hogy nevezzük ezt a hármas halmot? Ugye ezt is egymás aláírom, és nyilván fölfigyelünk már rá, hogy a másra hangzókat nagybetűvel írom, a magánhangzókat kicsivel. Majd ez egy mondatot kap, bár azt hiszem itt a társaság nagy része már tisztában van azzal, hogy miért így írunk. De azért talán megér egy mondatot. Tehát Tátra, Mátra és Fátra. Na most, ha valaki földrajz szakos, az itt már nem csak kiabál, már hörög. Hogy lehet ilyet csinálni? Hát a Tátra az a Fátrával majdnem, hogy egyetlen vonulatot képez, a Mátra pedig egészen más nagyságrend, egész máshol van, itt pedig, ha sorba olvasom, pont a Mátra lesz a legmagasabb. Tehát hogy lehet ilyet? És ráadásul, hát ebből most 2 a határainkon kívül is esik. És azért jó, ha tudjuk, hogy itt alattomosan azért kemény fúrás ment ám a címer használatunk ellen, mégpedig az elképzelhető legarcátlanabb módon. Mit tetszik gondolni, hogy például a hármas halom ellen kitiltakozott legjobban? Szlovákok. Egyszer az ember elalélt, hogy ekkora pofátlanság. Tehát kisajátítják a címerünk egy részét, majd reklamálnak, hogy mi a teljes címet használjuk. Tehát ez egyszerűen nem igaz.
Szóval ez van olyan hihetetlen, hogy ha az ember nem ismerni a Tóth mentalitást, nem is érteni. Ez ember még az ilyen. És tényleg, de mai napig folyik. Szóval ne felejtsük el, hogy például, ha kimegy az ember magyar zászlóval, hát a szóbeszéd tárgya odakint, ezek a Tóth atyafiak, hogy na hát lopták a címerüket tőle. Erre föl kell készülni lelkileg. Na tehát lényeg az, hogy tátra, mátra, fátra hozzáteszem, hogy soha nem nevezték másnak. Tehát nem nevezték se bakonynak, se, tudom én, mondjuk mecseknek, vagy cserhátnak, vagy nem tudom én minek. Tehát van még azért néhány hegy a Kárpát-medencén belül. És ebben a sorrendben. Ilyen nem volt soha, hogy fátra, tátra, mátra, vagy tátra, fátra, mátra, mindig tátra, mátra, fátra volt. Ennek is vannak ilyen bohém kis rímes, hogy mondjam, második, harmadik sorai, de ezt most én nem idézem. Tehát lényeg az, hogy ennek az elnevezésnek, mind a kettőnek, hogy pontosan fogalmazzak, nagyon rossz ma, hogy mondjam, a presztízse. Pontosabban egyáltalán nincs presztízse. Tehát ha ezzel az ember foglalkozik úgy, hogy komolyan veszi, az kiteszi magát annak, hogy komolytalannak, tudománytalannak, hogy is mondjam, történetietlennek nevezik a tevékenységét. Nosza, hát akkor, mint történetietlen, mint tudománytalan, én belevágnék. Jó? Tehát akkor maradjunk a következőben. Tételezzük föl, hogy az őseink nem voltak hülyék. Na most itt már elválnak az útjaink, ők ugyanis nem tételezik föl. Én föltételezem. Na most én ismerem is az őseimet, az az ő gondjuk, hogy én az övéket is ismerem. De minden esetre egy biztos, hogy ebben a vonulatban, amelyben én az őseimet számon tartom, ebben rátermett emberek voltak, teljességben élő emberek voltak, és ha valamit valaminek elneveztek, azt ők tudták, hogy mit miért neveznek el. Az elnevezésnek nagyon nagy szerepe van a magyar nyelvben. Nem csak a magyarban, de nálunk nagyon nagy szerepe van. Tehát minden esetre ilyen, hogy én tegnapig Duna voltam, holnaptól Dunajevszki leszek, szóval ilyen nincsen. Vagy olyan, hogy tudom én, tegnapig voltam Zaharov, holnaptól Cukkerman, hogy kedvenc példámat említsem. Tehát ilyen nincsen. De olyan sincsen, hogy van egy balladánk, amelyiknek a címe ez, hogy Olául Merinka, magyarul Margitka, és akkor jaj, mit szólnak hozzá, érzékenyek, hú, nagyon érzékenyek a románok. Ezért is írtanak bennünket ennyire, hogy egy kicsit úgy edzék magukat, hogy ne legyenek már ennyire érzékenyek. Tehát minden esetre már csak így szabad idézni, hogy románul menik. Hát nem mindegy, hogy én olát mondok, vagy románt. Egészen más hangkategória rendszerbe illik bele. Az olá az azt csinálja, amit jelent a név. Öl. Mit, miért? Mert ölő. Ez az. Tehát azt jelenti, hogy nagyon vigyázzunk erre, mert ők szépen sminkelik a történelmet. Igenis ölnek, mai napig. Nem tudnak mást. Ha éppen bicskával nem, akkor szellemmel, vagy annak a helyettesítésével. Tehát egyszerűen nem tudja másba kiélni magát. A többi meg egyszerűen magát nevezi szlávnak. Hát mit jelent a szláv? Szolga. Ha nagyon önálló akar lenni, azt mondja, hogy ő szerb. Na és a szerb mit jelent? Szervusz. Na, ugyanazt jelenti, ugyanazon a latin nyelven. Szervusz azt jelenti, hogy szolga. Ez régen úgy hangzott, hogy servus humilimus, tehát alázatos szol, sőt, legalázatosabb szolgája. Ebből maradt meg a szervusz. Tehát nem árt, ha tudjuk. Bennünket csupa szolganép vesz körül, amelyik lebomlott a középről, nincs már irányítója, ezért csak bosszulni tud. Semmi más nem tud. Nincs önálló vezéreltsége, mert a központról levált. Ez minden szolganépnek az átka. Tehát vagy föl tud emelkedni, addig a szintig, hogy már embernek lehessen nevezni, vagy csak lefelé tud tovább menni, és csak másoknak az örökségét kisajátítani. Nem tud más csinálni. Ezért teljesen fölösleges haragudni, ezt tudni kell. Tehát minden esetre azon a nyelven, amelyen mi ma is élünk, és dolgozunk, és gondolkozunk, azon ezeknek bizony jelentésük van. Na most ehhez nyilván nagy része a társadalomnak tudja, nem egyformán járul hozzá a magánhangzó rendszere és a másra hangzó rendszere a nyelvnek. Ez önmagában így még nem magyar sajátosság. Tehát azt tudjuk, hogy a szemita nyelvekben is, mai napig is a másra hangzó rendszert jelölik. Valaki kimegy Tel Avivban, most nem éppen kockázatmentes a dolog, de ha kimegy, akkor például az utca név táblákon csak a másra hangzót tüntetik föl. Csak a másra hangzó. Szóval komolyan kellett tűnődni, amikor ott olvasom, hogy m-sz-r-k. Na most tessék,
Micimackó módjára ugye, kiegészíteni. Kiről nevezték el az utcát? Masarykról bizony. Bizony, bizony. Masaryknak nagyon sok köze volt Tel Avivhoz. Sokkal több, mint gondolnánk. Benesnek is volt, de Benes az a pitbull volt. Tudjuk, mi a pitbull. De a póráz, illetve az a nagyon messzire engedő póráz, az bizony Masaryk kezében volt. Tehát ezeket azért jó tudni. Az ember úgy végigmegy ott, és akkor egyszer csak rá is megy, Jézus, már nem is gondoltam. De hát ott még őszinték, és ott nagyon őszinték. Na, néha azt hinni az ember, hogy mondjam, végjáték van, tehát terített betlé. De mindent kirakni. Tehát minden esetre a Duna-Tisza-Dráva-Száva esetében egy DN, és azt innentől kezdve már a szemita nyelvek nem követik a gyakorlatunkat, ugyanis nálunk még ehhez egy szabályt hozzá kell tenni. Ez pedig az, hogy nem mással hangzókat jelez az eredeti magyar jelölőrendszer, hanem mással hangzó kategóriákat. Ezt úgy is nevezzük magyarul, mással hangzó bokrokat. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ő D-t jelöl, akkor a D az adott összefüggésrendben olvasható T-nek is, T-nek is. Tehát azok vannak ugyanebben a hangzóbokorban. A D az zöngés hang, a T zöngétlen. Ha zöngétlen környezetbe kerül a D, akkor úgyis zöngétlenedni fog. Akármit csinál, az T-nek fog hangzani. Tehát teljesen fölösleges külön jellel jelölni, mert az úgyse úgy fog hangzani. Ugyanakkor pedig, ha én zöngétlen hang, például P betűt el szoktam mondani, a saját nevemet például nem lehet kimondani. Mert a szó elején mindenképp zöngésedik, abból már B lesz. És ha második név, tehát a keresztnév az G-vel kezdődik, ami zöngés, az meg a második P-t is zöngésíti. Magához hasonlítja. Na most akkor tessék kimondani. Tehát ez azért kellemetlen dolog, mert rengeteg bajom volt belőle az életben. Tehát egyszerűen nem lehet kimondani a nevet. Teljesen fölösleges külön a P-re is, meg a B-re is jelölést adni, mert úgyse fogjuk tudni az egyiket a neki nem kedvező körülmények közt, a másikat a neki nem kedvező körülmények közt kimondani. De attól függ, hogy milyen környezetbe kerül. Tehát minden esetre hangkategóriák. Például itt a Duna-Tisza esetében az első két hang nyugodtan kicserél. Lehet ide tenni D-t, ide tenni T-t, bármelyiket T-re is föl lehet cserélni, az N-et viszont megint csak a saját kategóriában lehet változtatni. Tehát az úgynevezett nazális vagy orrhangok kategóriában. Tehát ott lehet az N helyett M-et, lehet N-et. Hát hiába írok le egy N-et, ha utána E betű van, akkor minden tót az úgyis N-nek fogja ejteni. Teljesen mindegy, hogy én mit írok elő a számára. Tehát jésedik a számára. Tehát az M-N-N. Na most a sziszegősök az megint egy széles kört jelent, tehát az S, S, Z, Z, ez a minimum. De ehhez még jönnek a C és még a J is, csak azok már egy kicsit összetettebb hangzások. Tehát minden esetre az S, S, Z, Z, ebből az utolsó kettő, a Z, Z az a zöngés, az S, S pedig a zöngétlen változat. Hát ezeket nem akarom unalomig ismételni, mert ezt elvileg mindannyian tanultuk. Ezek ugyanazok a hangkategóriák, amikkel már általános iskolában, hangsúlyozom, elvileg megismerkedünk. De miután nem magyarázzák el ennek a jelentőségét a nyelvhasználatban, tehát ezek nyűgként terhelik a diákokat. Jelenleg évtizedek óta a legutáltabb tantárgy az a magyar nyelvtan. Sikerült elérniük. Lehet nekik gratulálni. Holott pedig, ha rámutatnának ennek a jelentőségére és a nyelv belső összefüggéseire, ami páratlan, akkor nemhogy legutáltabb lenne, hanem esengenének érte a gyerekek, hogy használhassák. Ennek ugyanis az az egyéb nyelvekhez való viszonya a magyar nyelvnek, ezt nagyon szépen fogalmazta meg egy Kemény Ferenc nevű úr, hogy míg a többi nyelvet úgy használja az emberiség, mint a ruhát, addig a magyar nyelvet úgy használjuk, mint a saját bőrünket. Tehát velünk nő, velünk terebélyesedik, velünk hal el. Nem lehet levetni. Tehát ezért van az, hogy ha valaki idegen nyelvterületen nő föl, nem árt, ha tudja, hogy nem egyenértékűek azok a nyelvek, amelyeket ott kényszerűen tanul, meg az, amit mind anyanyelvét, vagy szüleinek, nagyszüleinek anyanyelvét ajándékba kap. Nem egyenrangú. Én egy másik példát szoktam mondani, aki összetéveszti a saját nyelvét a cipője nyelvével, az megérdemli, hogy elveszítse a saját nyelvét.
És ezt minden határon túli előadáson el szoktam mondani, mert ez a nagy síránkozás, hogy mennyire rossz az, hogy neki tótól kell fogalmazni. Nekem is rossz, hogy minden reggel kell használnom a cipőm nyelvét. Mégis használom, és nem síránkozom, mert semmiben nem kisebbíti a saját nyelvem jelentőségét. Bolond az, aki összetéveszti egy 200 éve sem létező szlovák nyelvet, amit az utolsó néhány évtizedben pofoztak úgy össze, hogy legalább egy Kassa környéki tót megértse a Pozsony környéki tótot. És még mindig nem érti. Akkor ennek most hol van a jelentősége ahhoz képest, ami a magyar nyelv, ahol a legősibb nyelvemlékünket folyamatosan értjük és mondjuk. És ahol a legtávolabbi két dialektus, tehát nyelvjárás, mondjuk egy palóc, meg egy csángó, 10 perc múlva már tökéletesen megérti egymást. Tehát amikor tudja, hogy a tármillió szövát kézát, az tulajdonképpen termelő szövetkezet, akkor semmi további nehézsége nincsen. De pontosan lehet tudni, hogy itt a magánhangzókban van döntően a egészen enyhe elcsúszás, erre van lehetőség. És egészen minimális a más hangzók. Kicsit sziszeg a csángó, ugyanazt a kategóriát használja. Azonnal föl lehet ismerni. Ha nem hadar, mint mondjuk a Juventus rádió bemondói. Tehát ezek a ilyen megjelölések, tehát mi az, amit még kell mondanom? Az R betű az természetesen, hiszen gyermek mindannyian voltunk, ugye? És ha van a környezetünkben, és pontosan tudjuk, az R-et nem tudja rögtön kimondani a gyerek. Mit mond helyette? Hát nem B betűt mond helyette, és nem is D-t, hanem csak két dolog, vagy L-et, vagy J-t. Elsősorban J-t, de vannak gyerekek, akik makacsul L-et mondanak. Tehát azt jelenti, hogy nem akármivé változhatnak, ez egy bizonyos kategóriát jelent, amin belül aránylag szabadon csúszhat. Tehát azt jelenti, hogy épp egyetek mondja, jó, kaján jöggel, így nagyon jó. Tehát te egész hosszú ideig ez nagyon szépen megy. De ezt már nem lehet más kategóriára átváltani. És akkor van még ez a PBVF. Hát ez megint egy nagyon szép dolog, mert ezt tulajdonképpen két kategóriának tanuljuk nyelvészetben, hol mindenki tudja, hogy egy kategória. Tehát az egyiket, mint bilabiális explozívát, ugye ismerős, szép magyar nyelven tanítják nekünk a magyar nyelvet. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan felpattanó hang, amelyiknek zárhang egyébként ennek a magyar neve, ahol először zárok, a mögött fölgyülemlik a levegő, és a felpattanáskor, a zár felpattanásakor képződik a hang. Tehát p, b, ez a bilabiás, tehát két ajakkal képzett. Na most hol a különbség, ha én nem ajakkal képzem, mert olyan a leszármazási tabellám, hogy a pókot kihajtom a felállít. Egyszerűen nem tudom kiejteni. De a zár itt is zár, csak ez az, amit dentilabiálisnak mondnak. Tehát ez a fogajak hang, tulajdonképpen szó szerint így kéne mondani. Tehát úgy se tudja kiejteni. És ez az a kategória, ami természetesen eredetileg egy, és ez a P, B, a V és az F hangokat tartalmazza. Tehát minden esetre ezzel végére jártunk a lehetőségeinknek, mert volt az LRJ, ezt jelezzük jeles hang kategóriának, volt a TDT, ez a tudós kategória, egyet nem említettem még, az ebben a kiosztásban nem szerepel, ebben sem szerepel, majd látni fogjuk ennek jelentősége, ez a KGH, a köhögős hang, az ezekben nem szerepel. Tehát az a köhögős hang, majd erre továbbiakban sor fog kerülni. Tehát az a harmadik, ez a KG, és nálunk a G-ből képzedi G. Ide tartozik egyébként a H is, tehát K, H, G és G. Tehát ez a köhögős, akkor volt a, mi nyámmogósnak nevezzük ugye az MNN, tehát a nazális hangokat, az orrhangokat, akkor van a sziszegős, amit mindenki így nevez, és akkor van, kell lenni még egynek, az melyik? Tehát jeles tudós köhögős, pöfögős, igen, ez a PBVF. Ez, hogy pöfögős, ezt a gyerekek nagyon szeretik. Tehát mi már egy ideje így tanítjuk a gyerekeket. Tehát ez a jeles tudós köhögős, pöfögős, nyámmagos, sziszegős. Ez mind egy személyre vonatkozik. Kire? A tudósra. És legalább megtanulja, hogy mit várhat egy tudóstól. Tehát mindesetre idejében megtanulja, és miután ez cselekményhez kötött, tehát egyből megtanulja. Egyszer hallja, és már fújja. Na most több meg nincsen, tehát ennyi hangkategória van. Most a jelölésükkel nem foglalkozunk, csak a már leírt, kiejtett formával fogunk foglalkozni.
És egy pillanatra akkor ezt letörlöm, azért Masaryk még így se legyen itt. Tehát érdemes megnézni, most akkor ezeknek van-e a hétköznapi földrajzi jelentésükön túl további jelentésük. Hát először vizsgáljuk a bal oldalt, amit ugye nekem a jobb kezem felől esik, tehát hármas halom, kettős kereszt. Hát ezt nagyon okosan elemezték régen, hozzáteszem, de egyesítve ezeket a régebbi elemzéseket Varga Gézánál is olvashatjuk. Tehát ha valakinek az a könyve van meg, ez valószínűleg innentől ismerős lesz egy darabig az okfejtés. A hármas halom ebben a formában, Egyiptomban is, Mezopotámiában is, a legrégibb időktől kezdve, tehát ahol még képírásról beszélünk. Tudjuk aztán később, ez ékírássá fajult el Mezopotámiában, és aztán különböző absztraktsági fokú, hieratikus, illetve démotikus írássá Egyiptomban. De ahol még képírás, ez mindenütt a föld, illetve ország elnevezésű hát, fogalomnak felel meg, ami azt jelenti, hogy ha ezt látom, nem feltétlenül földrajzi hát, fogalom, de pontosabban nem természetföldrajzi jelentést kell, vagy legalábbis nem kizárólag azt kell tulajdonítani neki, azonnal megjeleníti magát az országot is, tehát egy rendezett körülmények között élő emberközösséget. Ha ezt földrajzi jellel jelöli, az azt jelenti, hogy ez a közösség biztosan nem legyőzni akarja a természetet. Nem tudom, érthető-e. Tehát nincs külön társadalmi szerveződés és természeti, azaz teremtett világ működésrend, hanem a kettő egy és ugyanaz. Tehát azt jelenti, hogy ez egy hosszú távra önmagát definiáló közösség, már akár hogyan éli meg aztán ezt a gyakorlatban. Hát tudjuk, mind a kettő végül is elég rövid időn belül fölélte a maga természeti tartalékait, és ma mind a kettő sivatag. Ezt most nem részletezem, hogy miért nem, esetleg a végén még visszatérhetünk rá, de egy biztos a definíciójában az országnak benne van, hogy vagy együtt élsz a teremtett világgal, vagyis a teremtővel, vagy pedig el fogsz pusztulni. Tehát ilyen nincs, hogy legyőzzük a természetet. Együtt élünk vele. Na jó, de ebben az is benne van, hogy az embertársamat se akarom legyőzni. Hanem egyetlen győzelem van, ha magam fölé tudom emelni. És ha látom, hogy szüksége van valamire, akkor én sietek oda, és hát adok neki, és nem várom meg, hogy ő majd támadjon meg engem, és vegye el tőlem. Tehát egy teljesen másfajta viszony azzal, amit mi teremtett világnak nevezünk, de ha valakit zavar ez a kifejezés, az nevezze egész egyszerűen természetnek, vagy univerzumnak, tehát a mindenségnek. Azzal együtt lélegzünk, akár akarjuk, akár nem, és ha mi ezt megtagadjuk, biztos, hogy nem a mindenség jár rosszul. Ezt előre borítékolni lehet. Tehát minden esetre ebből el lehet indulni. Na most, ha e fölé koronát tesz a hagyomány, mert azt tesz, akkor ez milyen államformát jelent? Egyértelműen királyságot jelent. Na most a királyság az nem azt jelenti, ami ma a köztudatban él felőle. Tehát nem azt jelenti, hogy egy valaki az mindenkit megpofozhat, viszont a mindenkiből egy se pofozhatja meg őt. Mert jelenleg ez így néz ki. Tehát nagyjából így képletezik, nagyon kevés árnyaltsággal, hát gazdagabb ez a fajta definíció. Tehát teljesen egy hatalom, hát elosztási kérdésként merül föl, ki lehet király, ki meg az alattvaló. Nos, ez messze menően nem így volt eredetileg. A királyság egy szellemi szintű, legmagasabb megvalósultságot jelentett, és ez mindig egy adott szintre vonatkozik. Tehát a meséink ezt egészen pontosan megfogalmazzák, sohasem a király lesz a mesehőse. A király az előző létállapotban, tehát a létsíkon a legmagasabb megvalósulás. A mesének az a feladata, hogy innen tovább vigyen. Tehát akár kiskondás megy tovább, akár maga a király fia, ez a két szélső szint, közte rengeteg féle lehet. Mindenképpen egy ennél magasabb szintet kell neki most már elérnie, és azt a saját királyság alatt megvalósítania. Tehát sohasem zuhanhat le az alatt elő. Nem ott végez a hős, ahol az őt útra indító király, vagy a mese elején megjelenő király van. Mindig legalább egy fokkal magasabb. Hiszen éppen ennek a beavatási útja a mese. Ezt azért fontos tudni, mert ha én azt mondom királyság, akkor vannak olyanok, akik eleve bezáródnak. És de mi demokráciában jönünk, és innentől kezdve jön a szöveg. Na most a demokrácia az
két fajta lehetőség közül egyértelműen a rosszabbik. Egyértelműen. Ezt még akik a legszájasabban képviselik, azok is tudják. És még hivatkoznak is a legszájasabbra, aki a 20. században hát a legagresszívebb harcosa volt, és ugyanakkor cinikusan, legnyíltabban kijelentette, hogy egyértelműen rossz a demokrácia. Ki volt ez? Churchill természetesen, hát ritka nagygazember volt. Tehát ezt csak azért mondom, hogy azért ideje lenne már magyar szempontból ítélni. Tehát ne csak a pápát, akivel kapcsolatban én már elmondtam a véleményemet. Az elmúlt. Nyugodjék. Hanem bizony szépen lassan mindenkit, és nem csak Masarykot, hanem bizony Churchillt is, bizony azt is, akiről tér van elnevezve, Roosevelt, legalább akkora gazember. Tehát ezeket szépen, indulatmentesen a magyar szempontból helyükre kell tenni. És ez a folyamat elindult. És bizony nagyon rossz helyen fognak végezni, azt előre lehet látni. Ezek nem a magyarság ellen követtek el halálos bűnt, hanem az emberiség ellen. Az emberiség olyan értéket pusztítottak, de megszállott módjára, amire fogalmuk nem volt, hogy mennyire pótolhatatlan. Tehát ezzel nem mi vesztettünk, az emberiség vesztett. Na most minden esetre az, hogy én fölé egy koronát teszek, ilyen értelemben, tehát egy rendkívül magas szellemiség által igazgatott királyságot jelent. Na most mit jelent fölötte a kettős kereszt? Most itt vannak a legvadabb csúsztatások. Az, hogy ez keresztény királyság. Jó, de mit értesz kereszténynek? Na most itt jön. Keresztény természetesen azonos a judeokrisztiánizmussal. Neked, drágám, neked. Neked. Szó nincs róla. A kereszténység és a judeokrisztiánizmus az két akkora különbséggel elválasztott szellemi képződmény az emberiségnek, hogy ekkora rés még a kereszténység és az iszlám közt sincs. Hogy érthető legyen. Tehát itt nagyon fontos tudni, hogy az iszlámnak még mindig több a közös vonása a kereszténységgel. Tudjuk nagyon jól, ugye, hogy Jézus Krisztus egyik fő alakja az iszlámnak. A legnagyobb proféta, nem Mohamed a legnagyobb proféta, Jézus a legnagyobb, Isza néven. Tehát vigyázat, nagyon-nagyon tisztelik, és ha a kereszténység irányából ennyi mószerolást nem kapna az iszlám, akkor aránylag könnyen is lehetne közös nevezőre találni. Náluk Mohamed csak a proféták pecsétje, tehát az utolsó. Tehát nem nekik van Jézussal bajuk, hanem a kereszténység nem ismeri el hiteles profétának, tehát hiteles küldöttnek Mohamedet. És ez az, ami rettentően irritálja őket, hogy most akkor miért ördög küldötte Mohamedet? Én vagyok Mohamedán, de valamit meg kell értenünk, hogy ebben a kérdésben nem lesz egyeztetés. Szóval olyan nincs, hogy na jó, akkor félig proféta Mohamed, és akkor most akkor ti is engedtetek egy kicsit, meg mi is engedtünk. És ilyen nem lesz. De egyet azért tényleg kell tudni, azt, hogy a kettős kereszt az nem a judeokrisztiánizmus jelvénye. Abban ugyanis külön jelentése nincs, ha viszont én ezt a jelet ide leírom, és a saját műveltségünkön belül keresem az értelmét, hogy fogom kiolvasni? Egy. Teljesen egyértelmű. Azt hiszem, ezt Varga Géza is részletesen tárgya, tehát aki olvasta, annak ez nem újdonság, de hát már ő is hivatkozik, illetve ha nem hivatkozik is, de forgatott korábbi ilyen irányú olvasatokat. Azt hiszem, Badiniós Feri bácsi is írt már ilyen értelemben a címerről. Mondom, ez már-már közhelynek számít. Egyet kell ezzel kapcsolatban azoknak, akik mondjuk nyelvtörténettel nem nagyon bíbelődtek eddig, hogy az egy az a magyar nyelvben sokkal többet jelent, mint mondjuk az unus, una, unum a latinban, vagy az eins a németben, vagy nem tudom most hirtelen mit mondjak, ögyin, ugye az oroszban. Hiszem, hogy hiteles volt a kérdés. Tehát nem születésemtől beszélem mégsem. Tehát lényeg az, hogy tudnélik, óriási, egy pillanatra állunk csak le, de nem kitérő, amit mondok, hanem nagyon is lényegi mondani valója. Nagyon nem mindegy, hogy én az egyről mit tartok. Tehát rögtön az első hát számjegy megnevezésnél kell tudni, hogy egyáltalán az a nyelv, amelyik használja ezt a megnevezést, az tulajdonít-e minőséget a mennyiségnek.
ez nekünk úgy hangzik most, mintha lila, tudom én, gőzöket fújnék itt. Tehát mi hozzászoktunk, hogy a számossághoz nem kapcsolunk minőséget. Na most ezen alapszik tulajdonképp az a műveltség, ha azt annak lehet nevezni, amit indoeurópainak és szemitának neveznek, ma már általában egy ilyen kötőjellel összekapcsolják. Mert ami indoeurópainak mutatja magát, például angolnak, amerikai, az nem biztos, hogy az. Tehát jobb, ha már hozzátesszük kötőjele, hogy szemita. Tehát indoeurópai szemita, vagy szemita indoeurópai, ez már hozzáállás kérdése. Mert ez lényegileg ugyanaz. Tehát ma már nem lehet elvileg sem különbséget tenni, az egyik a másik állarc alatt jelentkezik. Na most, őnáluk alaptétel az, hogy a mennyiség ott kezdődik, ahol a minőségi különbség megszűnt két fajta létezés fokozat között. Ha az, mit tudom én, két üvegcse, akkor attól pillanattól kezdve számolhatom meg, ha egy sincs köztük, amelyik nagyobb lenne, vagy kisebb lenne, vagy más színű lenne, vagy más alakú lenne. Tehát olyat számolhatok meg, ami minden lényeges paraméterében egyformának adódik. Vagy úgy kell megfogalmaznom azt a keretet, amiben számolok, hogy abban már egyformának legyen tekinthető. Nem biztos, a szaga is egyforma, vagy mit tudom is. Tehát lehetnek apróbb eltérések, de úgy kell megfogalmaznom, a fogalmi keretet úgy kell kialakítanom, hogy abban azok minőségileg nem különbözőknek adódjanak. Tudom, hogy bonyolult, de ezt nem lehet csak vulgarizálás veszélyével tovább egyszerűsíteni. Na most ezt annyira magától értetőnek veszünk, hogy nem is értjük, hogy most mit kötözködöm. Mert eleve így tanítanak, óvodában már így tanítanak. Holott pedig óriási a különbség a közt, hogy az az egy mennyiből egy. Nem tudom, érthető-e. És hogy milyenként egy. Miként egy. Tehát, hogy milyen minőség kapcsolódik hozzá, és hogy ez az egyből egy, vagy 21-ből egy, vagy 245-ből egy. Abszolút más a jelentése. Na most, ha a magyar nyelv kiejti ezt, hogy egy, akkor ő az összes minőséget belefoglalja. Tehát ez a számosság előtti számosság. Az egy, az nagyobb, mint a kettő. Bármilyen furcsa hangzik. Miért? Mert az egyben még benne van a kettő is. Tehát azt jelenti, hogy ha én a kettőnél kezdem el számolni egyenként, akkor már az az egy már kisebb, mint ami még az egyben volt. Tehát a legnagyobb az az egy, amely mindent önmagába foglal. Na most, ha a régi magyar nyelvben az egy szavunkat használták, és rovás írással írták le, akkor nem kellett az e betűt leírni. Nem csak azért, mert általában csak a másra hangzókat írták le, hanem mert régen a rovás ABC hát kiejtésekor automatikusan előre tették, és csak e betűt. Erről van egészen pontos lejegyzésünk, ilyen az úgynevezett Massy-féle rovás pálcának. Ez egy hadmérnök volt, 1600-as években teljesített szolgálatot, Erdélyben történetesen, és ott jegyzett le egy ilyen rovás botot, és latin betűkkel is szépen egyenként ugye leírta, hogy hogyan ejtik ki ezek a bunkó magyarok. Bár ő neki nem volt rossz véleménye a magyarokról, azért ezt rögtön hozzáteszem. Tehát nagyon is jó véleménye volt. Ritka kivétel a nyugati jobban tudók között. Tehát lényeg az, hogy a másra hangzóknál automatikusan bele kell olvasni az egyet, tehát ha én ezt itt meglátom, mindenképpen egynek kell olvasni. Na most az egynek, ha én a házhoz kapcsolom, mi a jelentése? Az, hogy egy van belőle? Még a faluba se az az egy van. Az egyház azt jelenti, hogy az Isten háza, illetve szent ház. Tehát az egy jelentett szentet valaha, ez a jelentés, ezt még mi is tanultuk az egyetemen. Tehát attól még lehetne hazugság, de egy biztos, hogy ezt jelenleg is elfogadja az akadémia, eddig nem kell vitatkozni senkivel. Most ugyanakkor jelentheti, ha leválasztok róla minden hozzátoldott hát jelölő elemet, például azt, hogy ház, akkor magát az Istent jelenti. Most, hogy ez mennyire így van, azok a nyelvek, amelyeket mi átadó nyelveknek tekintünk. Kezdhetünk hozzászokni, hogyha már ezt halljuk, hogy átadó nyelv, már úgy nézzük jól meg azt az illetőt, aki ezt mondja, merjünk a szemébe nézni, ő úgy sem mer a miénkbe, és utána esetleg kérjük meg, hogy forduljon profilba. Minden rossz szándék nélkül.
Csak hát bűnöző, tehát ez azt jelenti, hogy szeretném látni a profilját. Tehát mindeset, ezt azért jó tudni, mert aki foglalkozott vallástörténetről, az tudja, hogy egyház atyák és egyház tanítók körében elég hosszú ideig téma volt ez, sőt, ilyen címeken értekeztek, hogy de deo et de uno. Az unus una unum tudjuk, hogy az egyet jelenti. A deus az pedig Isten. Tehát számukra ez már nem volt magától értetődő, hogy az Istenről és az egyről, ha beszélek, akkor ugyanarról beszélek. Nem tudom, érthető-e. Na most, hogy tudok én ettől kölcsönözni valamit, ami nálam megegység? Nem tudom, hogy követhet-e. Ez körülbelül olyan, mintha én az ő egyébként nagyon szép mutatós műlábából kölcsönzöm a magam aránylag tűrhetem működő lábát. Tehát persze, hogy az a mutatósabb, de abból soha nem lesz működő láb. Tehát az, ami ott ezekben a latinban, görögben, óhéberben, egyebekben, szlávokban, óriási jelenségben megvan, soha nem magyarázható abból az, amit mi állítólag onnan vettünk át, mert az nálunk rendszerbe illeszkedik, önálló mondani valójában, ott meg egyik úgynevezett átadónál sincs. De semmi nincs. Sőt, amikor egy-egy nagyon lényeges kérdéshez érnek, akkor ezek az átadók megpróbálnak legalább körülírással boldogulni, hogy valamit megértsenek abból, ami nálunk magától értetődő. Miért? Mert mi nem körülírunk, hanem megnevezünk. Döntő a különbség. Tehát azért borzasztó nehéz ezt érzékeltetni azokkal, akik eleve úgy indulnak, hogy határon kívül, tehát eleve jobb. Minél messzebbről, annál jobb. Tehát ez annyira ferde gondolkodás, hogy borzasztó nehéz meggyőzni őket, hogy legalább 2 percet csituljanak le. Próbálnak gondolkozni. Tehát adva van egy rendszer, amiben itt a teljesség van. Mondjuk körbe is rajzolhatjuk, akkor megkapjuk ezt, nyilván nem ismernek rá, miről beszélek. És akkor itt pedig mindenütt részlegesség, mindenütt részlegesség. És ezek a részlegességek, ha nem is nagyon, de azért egymásra hasonlítanak. Érthető? Na most ezt úgy magyarázni, hogy mindegyik így jött be egyenként, ugye mit lehet kapni a piacon, szlávi övény szavot. Na eredj anyjuk, vegyél, nincs még arra szavunk, hogy jobb kéz. Balra már van, mert azt még a törököktől átvettük útközben. És megy ki anyjuk, és akkor veszi a piacon ugye a szlávi övény szót. És akkor valahogy itt összeáll, de se a töröknél nem áll össze a balra vonatkozóan, se a szlávnál nem áll a jobbra vonatkozóan. Akkor ez hogy van? Most ide jönne egy zöldfejű emberke valahonnan a Siriusra, azt mondja, hogy tiszta hülyék vagytok. Hát ha itt a teljesség van, itt a részlegesség, hát akkor ez csak egy módon keletkezhet. A teljesség szétszóródik. És persze, hogyha a teljességből szóródott szét, hát nyilván egymásra is emlékeztetni fognak. Nem tudom, érthető-e. Ennél egyszerűbb képletet kitalálni nem lehet. Hát az egész nyelvtörténet azon alapul, hogy ne gondolkozz, ne gondolj, tanulj meg. Tehát ez annyira, tényleg annyira egyszerű. És a példák pedig olyan özönnel vannak, hogy az ember már szégyelli őket állandóan emlegetni. Na most a továbbiakban ezt a felismerést bizony használni fogjuk. Hát amennyiben még bírjuk célnálat. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ez szenttel egyenértékű, teljességet képviselő, és magát az egyet, mint az istenséget, aki még egy, tehát meg nem különböződött, ős egy, akkor ez milyen ország? Ez milyen királyság? Isteni királyság. Hát nem lehet másképp nevezni. Ez maga az isteni királyság. Akkor ez milyen föld? Ez a Szentföld. Na most akkor hol van a Szentföld? Ennyit erről. Hát nyilvánvaló, aki a Szentföldet ott akarja anyagilag hasznosítani, az soha nem fog belemenni abba, hogy itt van a Szentföld. És amíg az ő kezébe van a gyeplő, addig mi sem mondhatjuk. Pedig teljesen egyértelmű, nyilvánvaló, hogy utálják a címerünket, hát nehogy már azt higgyük, hogy meg fogják szeretni. Nem sikerült nekik végleg betiltani, mindent megtettek ennek érdekében. Tényleg mindent megtettek. Na most ez, amit eddig megbeszéltünk, ez még csak a közvetlen leolvasása a címer baloldalának. Ezt szokták hozzá mondani, nem tudom éppen most erről a kérdésről Varga Géza hogyan nyilatkozott, mert elég régen volt már megjelenése után közvetlenül kezemben a könyve, de általában itt, ha hangsúlyozzák, akkor azt hangsúlyozzák, hogy itt bizony az energia az, ami
ami döntően megnyilatkozik, és ezt megint csak nem kell semmilyen nyelvi eszközt bevetni, ez azonnal látható. Tehát itt van a világnak az a része, amelyik betömörödve, anyaggá válva, foghatóan, láthatóan megnyilatkozik, ez pedig amelyik megmaradt tiszta energia állapotban. Na most ez a kettősség a mikorunkra jellemző. Miért? Azért, mert egyszer van a halak világhónapja, amelyik fogható minőségben van köztünk, ebben kell egy szent uralmat földi körülmények közt megvalósítani. És ugyanakkor számolni kell az, hogy bizony a vízöntő átömlik rajta. Átömlik rajta, tehát kell vele számolni, nem úgy van, hogy ettől eddig van halak világhónap, aztán kicsöngetnek, akkor jön majd valaki, aki bejelenti ünnepélyesen a Fehérházból, hogy megkezdődött a vízöntőkorszak, becsöngetnek, és onnan vízöntő hónap. Nem így van. Hanem Jézus megkeresztelkedésétől kezdve folyamatosan együtt hat a halak világhónapja a vízöntőjével. És aki ezzel nem számol, az nem tud szakrális uralmat megvalósítani. Ez sine qua non. Tehát azt jelenti, hogy ami nélkül nincs szakrális uralma. Ha ezt valaki nem érti, vagy nem fogadja el, az lehet egy tűrhető miniszterelnök. Bár már jön egy ilyen. De semmiképpen nem lesz szakrális uralkodó. Tehát az még lehet egy aránylag jól díjazott asztrológus is, mert azoknak sincs fogalmuk sincs erről a úgynevezett vízöntő paradoxonról. Ha mégis hallanak róla, mereven nem utasítják. Tehát szakrális uralom, és a népmeséink egyfolytában erről beszél. Csontvári egyfolytában erről fest, erről nyilatkozik. Tehát, hogy csak néhány kiragadott példát említsek. Szent korona érthetetlen nélkül. Tehát ez azt jelenti, hogy a képrendből egyértelműen leolvasható, együtt kell tudnunk látni és működtetni azt, ami anyagvilágban is testet tud ölteni, meg azt, ami nem tud testet ölteni, mert csak tiszta energia formájában működik, de áthatja ezt a korszakot, és nincs több ilyen korszak. Tehát azt jelenti, hogy ez még majd a következő, a Bach korszakban hasonló féleképpen nyilatkozik, de egyedül a vízöntő viselkedik így az egész nagy precessziós évenben. Ha ezt nem tudja, akkor lehet belőle egy német-római császár, lehet belőle egy dán királynő, lehet belőle egy spanyol király, nem tudja szakrális értelemben se érteni, sem igazgatni a földi, hát emberi világot. Tehát ezek nagyon fontos tételek. Ezért kell két részből álljon a címer, mert nem lehet egyik részt elhagyni. Ebből mi érdekli a tótot? Az, ami apró pénzre válthat. Az, ami földet. Nem is érdekli a többi. Tehát a válasz is természetesen ezt, ami zöld. A zöld általában a színek ebben a vonatkozásban is jelképi tartalmúak. Nem mindegy, hogy én zöldnek adom-e a földet és azon belül a földi uralmat megjelenítő jelet, vagy kéknek. A kék azt jelenti, hogy víz. Mit jelent? Már megy is szét. Tehát nehogy már valaki azt higgye, hogy még 100 év múlva lesz Szlovákia. Tehát ez már most abban az országban, amelyben közösen mindannyian benne vagyunk. Mindegy, hogy bepofosztak vagy nem. Melyikből van top? Szlovákból vagy magyarból? Hát túlnyoma a magyarból. Tehát egyszer elfelejtkezünk arról, hogy mi, amikor megalakult az önálló Szlovákia, már aláírták a saját halálos ítéletüket. Miért? Hát azért, mert a saját népszámlálásuk szerint a nemzetiségiek többen vannak, mint a szlovákok. Pedig ők már úgy vallatják őket, hogy nyögd már ki, hogy reszlovakizálottál. Nem, mert a ruszin, a magyar, a cigány, a német az összesen több, mégpedig jelentősen több, mint a szlovák. Már kisebbségben vannak. És akkor még nem is vettük azt, hogy jelenleg már nincs önálló Szlovákia európai értelemben. És abban az országban, aki még mindig szlovák iskolába járatja a gyerekét, az egyszerűen hülye. És én ezt próbáltam neki, hogy de tényleg debil, nem tudok mást mondani. Hát szlovákul senki nem fog beszélni már 10 év múlva se. És belenyomorítja ebbe a gyerekét, magyarul egyre többen fognak beszélni. Miért? Mert egyre szélesebb körben ismert, hogy milyen a hordképessége a magyar nyelvnek. Hát meg se közelíti a szláv, egyiké se, de a germán se, de a latin se. Tehát itt azt jelenti, hogy ha pusztán és csak is a praktikus oldalát nézem a dolognak, ki a bánat fog itt szlovákul beszélni?
Hát abban a pillanatban, hogy Ukrajna is csatlakozik, hát már a ruszin, hát az nem tótul fog beszélni, hanem oroszul fog beszélni. Egyébként egy ruszin, egy orosz nem ért meg, de a ruszin az ukrán se érti meg. Tehát nehogy azt higgyük már, hogy ez egy nyelv, de a legkevésbé a tótot fogják beszélni. Miért? Mert ennyi sincs belőle. Hát minek tanuljanak meg? Tehát ugye a szlovákból és szlovénból van jelenleg a legkevesebb Európában. Tehát abban az unióban. Ezek pillanatok alatt le fognak selejtezni. Tehát ezek azért jó dolgok, mert mi állandóan azon sírunk, hogy a magyar selejtezik. A magyar egyáltalán nem selejteződik. Semmiféle vonatkozásban. Tehát még népszaporlott szempontjából sem, csak a statisztikák most azt mutatják ki. Tehát azt már egyszer tényleg tudomásul kellene vennünk, de lehetőleg ne kelljen minden alkalommal elmondanom, hogy az igazság és a bizonyíthatóság az két különböző kategória. Ezt úgy is lehet fogalmazni, hogy tény és a hír még beszélő viszonyban sincs egymással jelenleg. Nem csak nálunk, a világban sehol. És ha ezt csak választási eredmények esetében vesszük komolyan, akkor nagyon-nagyon komolyat vétünk, mert ez nem csak választási eredménynél van így. Hogy semmi köze nincs a gép által kiköpött eredménynek ahhoz, ami a tényleges, a népakarat kifejeződése volt. Semmi köze nincs. Hangsúlyozom, beszélő viszonyban nincsenek egymással. Ez egy előre beprogramozott adat, ami egy fekete doboz effektusban működik, vizsgálhatom amennyit akarom, ellenőrizhetem, mielőtt bekerül a fekete dobozba, vizsgálhatom amennyit akarom, miután kijött a fekete dobozból, amikor benn van a fekete dobozban, ahol ténylegesen működik, senki nem nyúlhat hozzá. Ha mégis föltöröm, mi történik? Programban ott van, hogy semmisítsd meg magad, soha nem lehet leleplezni. És ezt ma már egy középiskolás tudja programozni. Tehát ennél sokkal bonyolultabb programokkal játszanak a gyerekeink otthon ilyen, tudom én, közlekedési, meg egyéb ilyen horror ügyletek. Tehát ezt csak azért kell, hogy érzékeljük, hogy a magyar nyelvnek óriási a jövője. Nem az, hogy ó, Istenem, már fogyunk. Na jó, nem is kommentálom. Tehát lényeg az, hogy eddig nem alkalmaztuk a nyelvet, most alkalmazzuk. Mi lesz az alkalmazás első fázisa? Az, hogy szünet jön. Szünet után már csak a nyelv segítségével fogunk tovább menni.